csökkent a károsanyag kibocsátás Sepsiszentgyörgyön. A tanácsülés a múlt héten fogadta el azt az új intézkedéscsomagot, melyel 2030-ig bezáróan vállal energiahatékonysági és klímavédelmi intézkedéseket. 21%-kal csökkent a széndioxid kibocsátás Sepsiszentgyörgyön 2013 és 2019 között. Az energiafelhasználás pedig 26%-kal volt kevesebb városi szinten az időszak legvégén, mint a legelején. A megújuló forrásból származó energia részaránya is 15% ponttal nőtt ebben a periódusban. Ezek a számok megfelelőek, de még mindig nem elegek. A Sepsiszentgyörgyi önkormányzat új akciótervet fogadott el a 2022-2030-as időszakra is, ahol még több intézkedéssel közelednének az Európa Tanács által jóváhagyott energiahatékonysági és klímavédelmi tervekhez. Az akciótervnek két jelentős fejezete van. Az egyik a mitigáció, tehát azok az intézkedések, amikkel a széndioxid kibocsátás csökkentést tudjuk elérni. Ebben középület, energetikai rehabilitációk, új iskolák és más önkormányzati középületek, mint tömbház hőszigetelési programba vállalt beruházások vannak sorjázva. Ide tartozik még a közvilágítás korszerűsítése, valamint a közlekedés fejlesztése. A város 12 elektromos buszt vásárolt, melyeket jövő évtől helyeznek majd forgalomba. Ezek mellett forgalomirányítási rendszerrel és bike sharing kerékpár kölcsönzéssel segítenék a légszennyezés csökkentését. Az akcióterv másik pillérével az éghajlatváltozás hatásaira való alkalmazkodást célozták meg. A hőségzónák kezelése parkosítással, árnyékolással történik, de nagy hangsúlyt fektetnek az esővíz felhasználásra is, mellyel a nagy mennyiségben lezuduló hirtelen csapadék problémáját oldanák meg.